Három győzelemmel a Budafok, a Budaörs és a Gyirmót elleni sikerrel kezdte a bajnokságot a Nyíregyháza Spartakusz, a következő három fordulóban viszont csak 2 pontot szerzett Lucsánszky Tamás együttese. Dorogon 3-0-ás vereséget szenvedett a Spari, majd 2 döntetlen következett, a Soroksárral 1-1-re, a legutóbbi fordulóban a Kazincbarcikával pedig 2-2-re végeztek a nyíregyháziak. A vezetőedzőt leginkább az bosszantja, hogy utóbbi 2 meccset a játék képe alapján meg kellett volna nyernie csapatának. Magyarázat nyilván találhatnék a sérültekkel is, meg a koncentrációjányával, elsősorban a koncentrációjánya, és a másik nagyon fontos dolog, amit a játékosoknak meg kell végre érteniük, hogy ugyan versenyben vagyunk, de egy-egy mérkőzésre kell koncentrálni és fókuszálni, és nem azt kell számolni, hogy hogy van, mint van. Ugye, és ez csak az utolsó 3 fordulóra tartozó történet, tehát addig nekünk tenni kell a dolgunkat mérkőzésenként. Így gondolom, hogy az utóbbi 2 mérkőzésen, mind a 2-szer vezetett a csapat, meg kell tudni őrizni, azt gondolom. Sőt, Kazincbarcikán 2-szer vezettünk, úgy vittek el, vagy úgy énekeltek ki a szánkból 4 pontot, vagy a sajtot, hogy tulajdonképpen a 16-osunkon belül 2 mérkőzés alapján nem jártak az ellenfelek. Ez azt gondolom, hogy egyértelműen koncentrációs probléma, illetve hát nyilván foglalkoznunk kell azzal, hogy ezeket a szituációkat hogy tudjuk hatékonyabban hárítani és védeni. Rezes László, aki eddig 3 góllal és 2 gólpasszal segítette csapatát, bízik abban, hogy a Grocsis Akadémia ellen megszerzik majd a 3 pontot. Nyilván örülök neki, persze, hogy örülök neki. Gólokban még talán 1-2-t még vártam volna magamtól, ez lett a 6 meccs alatt. Nyilván nincs rossz kedvem ezért, mert ez nem így sikerült. De persze azon vagyok, hogy a csapat nyerjen, mindegy, hogy kirúgja a gólt, de hogy sikeres legyen a csapat. A Nyíregyházára 2 év szünet után visszatérő Pekár László a Spari eddig szerzett 8 góljából 7-ben szerepet vállalt. Hosszú kihagyás után érkeztem Nyíregyházára, mert ugye volt egy sérülésem korábban, de ez már a múlté. Hát úgy gondolom, hogy 6 meccs alatt 2 gólt rúgtam és adtam 5 gólpasszt, ez jó. A Nyíregyháza Spartakusz Grocsis Akadémia mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A forduló további párosítása a következő: Gyirmót Soroksár, Szolnok Mosonmagyaróvár, Budaörs MTK Budapest, Budafok Sopron, Vác Győr, Cegléd Kisvárda, Dorog Kazincbarcika, Békés Csaba Zalaegerszeg és Csákvár Siófok.